Itt állunk egy spontán beerdősült őshonos lombos erdő szélén, aminek jól megfigyelhetjük a természetes úton kialakult erdőszegélyét, cserjékkel és mindenféle fafajjal együtt, aminek több fontos szerepe is van. Az egyik, hogy az erdő klímát, az erdő belső párás klímáját képes megvédeni a forró kánikulai nyári napokon. Másrészt pedig rengeteg élőlény kötődik hozzá, rengeteg lepke, sok madárfaj, például itt mellettünk egy őszapópár építi a fészkét egy kökénybokorban, ezért jobb, ha mielőbb odébb állunk. Az erdőszegély kialakulását különböző megoldásokkal segítem. Az egyik az, hogy vadriasztószert kenek a cserjék és az itt betelepült őshonos lombos fafajok csemetéinek a rügyeire, vezérhajtására. A vadkörte, csertölgy, kökény, cserjék, fagyal, vadrózsa. Így ezáltal a szarvas nem tudja lerágni azokat a hajtásokat, és van esély, hogy meg tud nőni az adott kis bokor, vagy az a kis fácska, és kialakulhat a természetes erdőszegély. A másik megoldás, hogy a szegélybe esetleg bedőlt, vagy bedöntött fenyőfák koronáját ott hagyom, és ugye ez a fekvő holtfa, a korona rész, ez egy kisebb akadályt képez a legelő cseréket legelő állatok számára, és így is van esélye esetleg egy-két egyednek kinőni a vad szájából.